Egy évvel ezelőtt még csak az éles szemű látogatók fürkészték ki a nyíregyházi állatpark aprócska fehérkező gibbonját, szinte egybeolvadt anyjával a csöpség. Azóta szépen felcseperedett, már önállóan játszadozik a pici, habár még időnként visszatér anyjához egy-egy ölelésért. A fehérkező gibbonok monogám párkapcsolatban élnek, és a nőstények 37-es vemhesség után általában egy kölyköt hoznak a világra, akit 4-7 hónapos korig szoptatnak. A szülőpár napfelkeltekor duettet énekel, jelezve lakó és táplálkozási területük határait. A különleges ének a szárazföldi emlősök talán legfelejthetetlenebb hangjai közé tartozik, amit az állatparkba érkezők a kora reggeli és a déli órákban is hallhatnak. Ráadásul a park látogatói egy különleges gibbonszigeten tekinthetik meg az örök mozgó családot, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendégeket a főemlősöktől. A nyíregyházi állatpark fehérkező gibbon családja 2007-ben érkezett hozzánk, a nőstényünk Svédországból, míg a hím állatunk egy magyarországi állatkertből. Igen, sikeres tenyészpárról van szó, hiszen szinte minden második esztendőben születik kis gibbon a Majom-szigeten. Most a jelenlegi kifutójukban nem csak a tenyészpár található meg, de egy 3 éves és a most 1 évet betöltött kis hímivaló állat is. A gibbonok a legakrobatikusabb főemlősök, minden egyes porcikájukkal a fákon való élethez alkalmazkodtak. Karjuk hossza 2-szerese testhosszuknak, s legjellegzetesebb mozgásformájuk az, mikor egyik kezükről a másikra lendülve közlekednek a fákon. Ez a helyváltoztatási mód egyedülálló az állatvilágban, függeszkedve fogásról fogásra haladnak anélkül, hogy a lábukat használnák. A természetben veszélyeztetett állatok. Egykor Dél-Kelet-Ázsia hatalmas trópusi erdőiben éltek Burmától a Maláj-félszigeteken át, a Nagy Szundra szigetekig, ám élőhelyük drasztikus csökkenése, az állatkereskedelem és az orvadászat is kiveszi részét eltűnésükben.